Emberek, beszélgetések, életre szóló ízemlékek. A Popfilter Extra támogatója a PIK. Szeretettel köszöntöm a Popfilter hallgatóit és a VHM-en olvasóit. Csepei Adrien vagyok, és elérkeztünk a VMN őszi minisorozatának utolsó záró epizódjához. Olyan embereket vendégeltem meg ebben a minisorozatban, akikről tudom, hogy nagyon sokféle dolgot csinálnak, nagyon sok felé járnak, és ezáltal nagyon sokféle ízemlékük lehet. Nekem meg jó sok kérdésem, amit most fel is fogok tenni Gundel Takács Gábornak. Szia, köszönöm a hallgatókat! És... Nem tudtam, hogy jeleszek a sluszpoljén a sorozat végén. Te, te, mm. Most majdnem azt mondtam, hogy te vagy a vörös farok <laughs> a végén, de ez elég rosszul hangzott, ahogy igen. kimondtam. <laughs> jó, hát jó. jó, igen. Igen. Oké. Okay. Szóval, <laughs> szóval, az a, itt ahogy megérkeztél a stúdióba, reflexből bemutatkoztam, és valójában egyikünk sem tudta eldönteni, hogy találkoztunk-e már élőben, vagy csak úgy ismerjük egymást, mint hogy két ember ugyanabból, vagy részben ugyanabból a szakmából. De hát tulajdonképpen... Valószínűleg nem találkoztunk így közben. Ugye, de az hogy azért ki. elég sok mindent tudunk Igen. egymásról. Igen. Ezzel most vissza is fogok élni. <gül> jó, illetve <laughs> fussuk neki, jó. Na, egy kicsit komolyra fordítva a szót, menjünk vissza pici korodba, és arra vagyok kíváncsi, hogy melyek a leg, legmarkánsabb ízemlékeid? Tehát mi, mik a kedvenc ízeid, amik gyerekkorodból eszedbe jutnak? Az első, ami eszembe jut, hogy én olyan duci kisfiú voltam, aki szeretett tenni, és a, meg volt határozva vacsoránál, hogy hány szendvicset ehetek maximum. Pályadagod <laughs> és... volt. Igen, és hatnál többet nem ehettem. Aha. Jó, ezek nem, a, nem, az a nagyon nagy karé fehér kenyér voltak, hanem akkor régen volt zsömlekenyér, meg büfékenyér, meg, tehát és volt nem sokféle kenyér, három-négyféle kenyér volt. Na mindez szóval ilyen, ilyen gyerekkorom volt, hogy rögtön, rögtön mondták, hogy mennyit tehetek, de ez is sok, tehát belátom, mert most se ezek ennyit van sorára összességében. Úgyhogy én egy ilyen, ilyen na, azt hiszem, hogy haspók kisfiú voltam. Az mennyire meghatározó az a, 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 a emlékeidet, vagy hogy egyáltalán az étkezés, az ételhez való viszonyodat tekintve, hogy te ugye a nagy híres Gundel család tagja leszármazottja? Hogy használod ezt? Hát ö, igen, nekem a Gundel Károly, akinek a nevéhez leginkább az étterem köthető, a dédapám uh -huh. volt. A nagyapám Gundel Ferenc, és én anyajágon vagyok Gundel, anyukám Gundel Márton, Engem az édesapámat hívták Takács Ervinnek, jó volt az állatorvos, és csak amikor elkezdtem tévézni, akkor kezdtem el a Gundel nevet is használni, mert volt egy másik Takács Gábor a sportosztályon akkor, és akkor kezdtem el a Gundelt használni. Akkor egy, abból egy ideig balhék voltak, hát nem balhék voltak, csak hát nem értették az emberek, hogy miért, miért pont Gundel. Kér volt, mi, miért nem Zserbo akkor már? <laughs> lehetett a Zserbo is, csak a Zserbo családhoz semmilyen közöm nem volt, és akkor azért, amikor mondtam, Kugler. hogy hát az anyukám miatt, tehát nem csak az, hogy leakasztottam, hogy ez úgy jó lesz, akkor ugye elfogadták, és aztán... Pár év múlva elkezdtek mindenféle problémáim lenni belőle, mármint ebből a névhasználatból, mert mit tudom, repülőjegyet kiállítottak gundeltakács névre, meg adóbevallás, meg mit tudom én, miközben ilyen ember nem volt a rendszerben. Tehát amikor a repülőjegyed mellé teszed az útleveledet, és nem úgy a név van benne, azt itthon még kidumálod, de külföldön már nem, nem nagyon. És akkor az volt a, a legegyszerűbb, hogy, hogy akkor előrefelé menekülni, és akkor uh, uh, hivatalosá tettem a nevem. Uh -huh. Tehát a gyerekeim már, gyerekeim már így születtek, a Szóval. Uh, Igazából azt, azért azt nem kell gondolni, hogy hogy mi otthon állandóan fogas rákpörköltel, meg palócleves minden nap, meg gunda palacsinta, ha kell, hanem reggel-este. Sokkal inkább de nem is az, hogy mit, hanem hogy inkább, hogy hogyan. Tehát, hmm. hogy, hogy megvolt a, a, a kultúrája mindig a, az étkezésnek, meg volt az a módja a terítésben, a felszolgálásban abban, hogy a hogy amíg nem mondta a családfő azt, hogy jó étvágyat, addig nem kezdünk el enni, amíg nem fejezi be mindenki, addig a, még a gyerekek se futkosnak el az asztaltól. Szóval úgy, úgy megvolt a, a, a módja, úgyhogy inkább ez, ez maradt meg. Illetőleg volt egy, van, van a, ez, ez, a Gundel része, talán ezt, ezt, leginkább abból a családból kaptam, de például ugye a, a, az apai nagyapám, Takács nagyapám, ők például Győr mellől származtak. Tehát egy ilyen klasszikus paraszti családból. A nagypapám volt a, a sok testvér közül az egyik, kettőből, akit be tudtak egyetemre iratni. Mm -hmm. És akkor a nagypapa magyar-latin szakos tanár lett, és akkor ő úgy került Pestre. Tehát nem csak a Gundel családból, hanem ezekből a családokból is megérkezett az a fajta kultúra. Ugye a nagypapa ilyen konzervatív ember volt, és ott például nem lehetett beszélgetni ebéd közben. Tehát ő szólt, hogy hát magyar ember evés közben nem beszél, ugye ez a, ez a, klasszikus. Amit én egyébként nem, nem tartok, de mert időnként jó közben beszélgetni. Mi nagyon jót beszélgettünk itt az előbb, ahogy megvendégeltünk téged, és ott már jelét adtad ennek, hogy hogy számodra, ahogy te fogalmaztál, megadod a módját, fogtad a, az olivabogyót, hogy is csináltad pontosan? Hát kérlek szépen, eleve fogtam egy olivabogyót, amiben bele volt szuszakolva egy kis mandula, és akkor ezt az olivabogyót, hogy ne legyen olyan fázós, egy, tényleg csak egy ilyen kicsi szalámi karikával így és akkor az egészet behelyeztem egy szelet hirtelen akartam mondani, milyen sajtba az a nagyon sárga. A csedár sajt. A Csedárba, így van, így van. Tehát egy kis csedár, egy kis szalámi, egy kis olajbogyó, és egy kis mandula, és akkor egyet a mama kedvére, és akkor tudod, ez a... a rége volt egyébként ez a gyerekkori emlékem, ez a katona, amikor fölkatonázták. Igen, és az nagy még nekem is csinálták. Ugye? Na, igen, és akkor meg lehetett etetni a gyerekeket. Úgyhogy igen, szóval lesz, hogy adjuk meg a módját, ez, ez mindig És most is megvan. Egyébként ez, hogy, hogy evés közben ne beszéljünk, ez, ennek azért lenne egy jó Oka, vagy jó ö, é, értelme is, hogy ö, hogy nagyon sokszor van az, hogy nem a jelenben élünk, hanem az a foglalkozó, hogy mi volt, vagy mi lesz. És általában a beszélgetésünk erre irányul, miközben ugye van egy olyan filozófia, hogy szenteld meg a pillanatot. Tehát, hogyha az ételre figyelsz, és nem arra, amit mondasz, vagy amit neked mondanak, akkor a, az ízek, a, az egész másképp másmilyen lesz az ízélményed, hogyha már ö, ö, itt tartunk. Ha meg beszélgetsz közben, akkor ja, elfogyott kész, és akkor, akkor vigyük vissza. Tehát azért ö, ö, azért az jó, hogyha az ember ezt, ezt megteszi. És én nagyon szeretek például úgy étterembe járni, hogy hogy amikor az ember összeállítja, hogy mégis milyen menüsort képzel el. Ugye én szeretek a felszolgálóval beszélni. Ha van szomeli, én szeretek a szomeli, beszélni, hogy milyen bort párosítsunk hozzá, stb. Ezek, ezek nagyon jó dolgok. És akkor, és amikor meghozzák, tálalják, ugye először az ember megnézi a tányért, hogy hogy néz ki, milyen illata van, stb. És akkor utána kezd lenni. Hogy a külföldön járok, akkor szeretem kipróbálni azt, amit ők készítenek, tehát a mi helyi sajátos, mert nyilván azt csinálják jól. Tehát pizzát a világon bárhol tudsz kapni, de... De jót. Hát igen, igen, igen. Viszont amit, amit ők szeretnek, amit ők tudnak, abból biztos, hogy az fogod enni a legjobbat. Tehát én ezeket szeretem kipróbálni, bár, bár néha vannak meglepetések, mert például a nem bírom a nagyon csípőset, mert, mert, azonnal leizadok tőle, de csak a fejem. Tehát ez Aha. gondolom valami allergiás reakció, vagy nem tudom, hogy micsoda. De szeretem a pikáns ételeket, és vannak olyan országok, ahol, ahol vagy csípős valami, vagy nem jó. Tehát például a Sri Lankán volt egy ilyen élményem, hogy na jó, akkor együnk olyat, ami nem csípős. Ez nem volt jó. Nem volt jó. Hát az úgy, az igazi. Igen. És akkor csípős volt, hát törölgettem a homlokomat, de legalább, egy jó. <laughs> hát, de, finom volt, még az ember új ízeket ismer meg, 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 meg egy csomó mindent. és, és Persze, itthon is vannak ilyen éttermek, de valahogy nem, nem ugyanolyan. Még akkor is, hogyha olyan nagyon autentikus. Hát valószínűleg pont azért, mert kell egy kicsit az itteni ízlés szerint finomítani az egyébként brutális. Hát én ettem, és még nem is Indiában, de már a közel-keleten ettem indiait, indiai étteremben. Hát az elég durva. Pedig, pedig direkt azt kértem, ami szerintük nem csípős annyira. De Jó, hát, az... szerintem nem csípős, neked meg lángokban áll a fejed. És akkor néznek rád nagy kerek szemekkel, igen. hogy mi, de mi? Hát van. Hát ez nem is csíp. Egyébként érdekes, is, ugye azt hiszük, hogy a magyar az a csípős paprika meg Na most a mi paprikáink azok a közelében nem járnak a mondjuk egy mexikói paprikának, vagy az indiaiaknak, vagy messze nem olyan. Igen, hát egyébként igen. valószínűleg pont ezért, mert az, az, itteni hazai csípőset meg szeretem, mert az valahogy olyan aromás csípős, nem az, ami így belülről lehet, le a, a igen, igen. De például van a család egy része a egyik nagyanyám nővéréjék kikerültek Venezuelába még a háború után. És hát a gyerekek meg ott nőttek föl, már a fiatalabbak nem is beszélnek. Magyarul voltak, több, voltak itt Magyarország, és elmentünk Szegedre, uh -huh. a, akkor a Rózveltéri halászsárdában voltunk, és halászté természetesen, de hát nekik nem volt elég csípős, úgyhogy kértünk egy kis erős pistát, és kihozták egy ilyen kis üvegtálkába, nem abba a kis üvegcsébe. És azt látom, hogy tesznek a levesbe, majd elfőtt a leves, Fogtak egy szeret kenyeret, és kikanalazták leveses kanállal az erős pistát, az összeset a tálkát. Kenyérrel, nagy kanállal megetik az erős pistát. És mondom a felszólalónak, hogy hogy nem, azért ennyi nem szokott belőle fogyni, hogy röhögött, a mond, hogy hát ennyi azért nem. És nagykanál nagy kanállal simán megették az erős pistát, amit az emberi, én magam ilyen kis pipettával teszek bele, mert egyébként nekem sokszor amúgy is, tehát pont úgy jó, hogy ahogy kihozzák, nem kell nekem még beletenni pluszba. Ők meg simán nagy kanállal megették az erős pistát. Hát én az édesen vagyok így. Emlékszem egyszer egy Isztambulban egy ilyen nagyon nagy hagyományokkal rendelkező cukrászdába bementem, és hát rendeltem. Azt mondjuk nem mértem fel jól, hogy mekkora adagokat rendeltem. Amikor kihozták, akkor konkrétan oda kellett húzni még egy asztalt, hogy elférjen. És én végigettem becsülettel, künefétől, mindenféle süteményeken, fagyin, minden, tehát tényleg minden. És akkor jött a pincér, amikor fizettünk, és és olyan elismerően nézed rám, hogy ezt azért nem gondolta volna. De, de ezek jók. És, és egyébként. Egy fél évre kiütötted a cukor Egyébként mindjárt. utána nagyon durva, tényleg, mint a tudod, a gyerekek az óvodában, amikor kapnak egy kis csokit, és elkezdenek pörögni tőle. Na hát én ugyanúgy pörgök a szénhidráttól, úgyhogy az szórakoztató. De sportriporterként. Ma már talán kevésbé, mert nagyon sok minden már itt itteni stúdióban zajlik, meg ugye a digitális közvetítések azok egy kicsit máshogy működnek már, de régen vagy korábban nagyon sokat utaztatok. Mi a legemlékezetesebb ilyen kommentátori munkád? Hát szerencsés ember vagyok, mert valóban több olimpián, foci VB, meg egyéb ilyen világversenyeken is volt szerencsém megfordulni talán kettőt mondanék, az első, ami, hát vagy az első, amikor kiküldtek külföldre, még Gyula István 91-ben, az egy sífutó és biatlon világbajnokság volt a Dolomitokban. Na most én a hetedik kerületben nőttem föl a Péter utca és a Betlen Gábor utca sarkán, ahol tudni kell, hogyha leesett a hó, jött a troli, és fél óra múlva az egész már ilyen szürkesz mötyi volt. Nem lehetett szeretni a telet. A te, tél az tocsogós, locsogós, sötét, szürke, nem lehetett átmenni az utca túloldalára, mert akkor a pocsolyák álltak a járda mentén. És akkor kiküldtek engem ide, ez Olaszországban volt a Dolomitokban, hmm. ez a világbajnokság, és akkor volt egy ilyen új tél élménye, hogy hát ez, ez nagyon szép hogy ez valami teljesen más, mint a Péter Fisándor utcában. <laughs> Úgyhogy az nagy, hát ilyen utazási szempontból nagy élmény volt, túl azon, hogy hát először küldtek ki. Aztán nagy élmény volt az első olimpiám 92 Barcelona, nekem a, az a város azóta és a, a, szívem csücske, mert az, túl az, hogy, hogy, először vehettem részt egy, egy olimpián, meg akkor azért ugye nem sokkal voltunk a rendszerváltás után, azért az én fiatalom koromban ünnep volt, hogyha az ember eljutott valahova e, nyugatra, és uh -huh. azért ez egy nagy dolog volt mindenféle szempontból, és én nagyon szeretem azóta is azt a várost, annak van egy olyan hangulata, meg, szóval ne, nekem, a, nekem, a, szívem csücske, az életem egyik legnagyobb élménye volt az olimpia, arról nem beszél, hogy akkor akkor jöttem rá igazán, hogy mi átlagemberek Teljesen egyformák vagyunk, bárhonnan jövünk a világról. Ugyanazt szeretnénk békében, nyugiban élni, nevetni, jól érezni magunkat, szeretni, békességben, biztonságban lenni. És az ott derül ki egy ilyen olimpián. Mert amikor a tévén nézed, akkor ez a sport események láncolata. Igen. Amikor ott vagy, mászkálsz az utcán, a lelátón, találkozol másokkal, és azt látod, hogy ugyanolyanok. Gyere, cseréljünk. Jaj, hallom, tegnap nyertetek egyet. Gratulál, és ti, és mi ez? Ráadásul 92-ben, miközben mi abban nőttünk föl, én abban nőttem föl, hogy az imperisták, meg a szocialisták, meg a vasfüggöny, meg mi, meg ők, meg ez, ez állandóan ment ez, a, ez a, az agymosás, még akkor is, ha tudtuk, hogy ez, ez nem így van de mégis belecsöppenni ebbe az abszolút ö, globális, jó értelemben globális dologba, amikor kiderült, hogy ez mind duma, tehát ezek a határok, a szembenállások, ez mind duma. Amikor face to face ott ülünk egymással, akkor kiderül, hogy ugyan, ugyanazt szeretnénk nyugiban, békességben élni, örülni, tapsolni, énekelni, sírni, nevetni, és nem utálkozni, meg mit szóval nagyon, nagyon nagy élmény volt. És aztán persze az is nagy élmény volt, hogy, hogy, hogy hát sokat köszönhetek a sportnak, hogy eljutottam mondjuk Dél-Afrikába, vagy Brazíliába, vagy, vagy, Pekingbe, Kínába, szóval jó, jó, néhány helyre, és nem, nem, csak a sporttal, de főleg a, a sporttal. Bár hozzá kell tenni, hogy, hogy ezek nem feltétlen turista élmények. Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire van ilyenkor lehetőséged. Sejtem, tehát kicsit ez ilyen rávezető kérdés, hogy azért ezt nem úgy kell elkezdeni, hogy akkor kimész és sütteted a hasad a dél-afrikai tengerparton két meccs között. Hát nem, ráadásul ugye a déli féltekén lévő labdarúgó világbajnokságok azok mindig tél. Igen. Igen. Tehát mondjuk Dél-Afrikában nem volt rossz idő, de azért nem, nem volt olyan, de nem is nagyon volt rá idő. A vége felé, amikor már vannak szűnnapok, mert ugye amikor már nyolcad döntő, negyed döntő, elődöntő döntő, akkor ott már van közte két-három nap, amikor nincs meccs. A, az részben utazással telik, de olyankor, olyankor, van általában lehetőség arra, hogy az ember egy picit körülnézen épp ott, ahol van. De, de például, ahol a, ameddig a, a, a Csoportmeccsek vannak, addig ez semmi másról nem szól, mint melyik repülő, melyik város, melyik szálloda, melyik meccs, melyik repülő, melyik szálloda, mely, és így pörög. Tehát én például Brazíliában, amikor a Brazil VB volt, kiszámoltam, hogy úgy kell magammal ruhát vigyek, hogy csak a 18. napon leszek először úgy két napot egy helyen, hogy ki tudom mosatni a ruhámat. Te jó ég. És 18 napig csak bőröndből és nem, nem töltöttem két napot ugyanazon a, a, helyen. Tehát igen, tehát ez valóban nem egy ilyen nyaralós történet. Nagyon nagy élmény, csak nem turista élmény, hanem futball-VB élmény. És ugyanez volt Dél-Afrika, meg egy csomó minden. Vagy például most kint voltam a Pekingi téli olimpián. Fantasztikus élmény volt ott lenni a pálya szélén, de nem tehettük ki a lábunkat az olimpiai falu verseny közte ö, autó ö, körbe. De olyan szinten nem, hogyha az olimpiai faluból el akartunk menni valamelyik helyszínre, akkor rendeli kellett egy ilyen autót, jött egy kis kínai egy autóval, és hogy beültünk az autóba, ő bezárta az autót. És legközelebb akkor nyitotta ki, amikor megérkeztünk. Hm. De ha ez két és fél óra múlt, akkor két és fél óra múlt. Ez nem a járvány az járványügyi hogy... előírás. Igen, igen, igen ez, ez, a, COVID miatt volt, igen. És nem, nem volt opció, hogy neked közben pisilni kell. Mert ne kelljen és hát ők nem is beszéltek semmilyen nyelven, tehát nem is. És ráadásul köztem, köztünk volt egy ilyen, egy ilyen műanyag ilyen, ilyen plexi Hát nem plexi volt, hanem ilyen vastag ilyen fólia, vagy nem tudom mit. Tehát képlékeny volt, nem volt merev, Aha. de, de nem lehetett mit csinálni, és kiabálva tudtunk vele kommunikálni, velük kommunikálni de egyik sem beszélt semmilyen nyelvet a saját nyelvén. Készülne. És nyilván ő meg ugyanezt gondolt, hogy hát ide jönnek, nem beszélnek semmilyen nyelvet, ami hát, normális nyelv hát, lenne. Hát, igen, igen, igen. De jó, de voltam, meg elkezdett velünk üvöltözni. Tehát... És nem értetted, hogy miért? De igen. De. <gül> <gül> csak éreztük, hogy agresszív a fickó, egy kicsit, na de hát nem oda vitt, ahova szerettünk volna menni. Na minden, <laughs> mindegy. de hát nem, alapvetően egyébként nem, nem volt rossz élmény, de alapvetően barátságosak voltak, csak volt néhány, amelyik már elfáradt egy pillanatra. Szóval, de ez is élmény, mert, mert ott vagy. Vagy, vagy például Tokióban, a, a mostani Tokió olimpián, én az olimpiai bizottságnak voltam, a Magyar Olimpiai Csapatnak voltam az úgynevezett sajtóataséja. Uh -huh. Nekem az volt a dolgom, többek között, hogy legyek ott minél több olyan eseményen, ahol valamilyen magyar siker érem várható. Na most az, hogy te a 20 magyar éremből 17-nél ott vagy, az egy óriási élmény. Tokióban nem láttam semmit, csak a jármű ablakon kereszt. De az majd egy, vagy, vagy, eljutok, vagy nem. Szóval ezeket így, inkább így kell elképzelni. Tehát ez nem, nem ilyen turistás élmények, hanem sokkal inkább ö, ilyen VBEB olimpia élmények. Ha már érmeknél tartunk, akár nézőként, akár kommentátorként, van-e olyan olimpiai érem, és most direkt nem kifejezetten csak aranyéremre vagyok kíváncsi, olyan érem, aminek a Akár a közvetítése, akár a nézőként átélése az egy, egy ilyen különleges pillanat a számodra, tehát még az összes többi különleges pillanat közül is kiemelkedik. Nem, és ennek az az oka, hogy én soha nem közvetítettem olimpiai aranyat, soha nem alakult úgy. Egy... Még tegyük hozzá. Hát, rossz. most nem úgy néz ki, hogy én fogok olimpiára menni, közvetíteni pillanatnyilag, de aztán majd, majd meglátjuk, hogy mi az az élet. De nekem egy olimpiai bronzom van, amit a Kokó, Kovács Kokó István szerzett Barcelonában, de az is olyan, ugye, hogy a boxba bronzér, most az azt jelenti, hogy megvertek. <laughs> Igen, ezért tettem, tehát ezért tettem fel úgy a kérdést, hogy akár nézőként, akár kommentátorként, Igen, és ja, bármilyen érem, Vagy kommentátorként van két nagyon jó élményem, ami a magyar sportsikerekhez kötődik, de egyik se érem. Az egyik az a, a 16-os ebén a Magyar Izland meccs, mm. amit én, én Amit én léptem. nem hallottam, mert én ott voltam a stadionban. Igen? Tényleg? Igen. Lehet, hogy ott találkoztunk? Igen. Az óriási volt, illetőleg egy másik Magyar Izland, a Londoni Olimpián férfi kézi. Amikor egyelvezettek az izlandiak, 17 másodperc van hátra, és hetes dobhatnak. Hetes. Igen. És akkor a Nándi kivétte, és passz, 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 és akkor gól. Hosszabbítás, kétszer hosszabbítás nyertünk. De ez, ez a két alkalom van egész pályafutásom során, amikor, amikor ugrálva közvetítettem. Nem illik kommentátor állásban ugrálni, de... De szerintem van az a pont, ahol már nincs olyan, hogy illik vagy nem illik. De igen, igen, de... Ez, ez ott az a kettő, igen. Szóval ezek nagyon jó élmények voltak. Hát figyelj, nem, nem lehet. Ez sokszor szerencse kérdése. is. Tehát emlékszem például a londoni olimpián a, a Székely Dávid, aki most ugye az m a, a vezetője, ő ilyen beugrós volt, mert ő eurosportos volt, uh -huh. és kö, kvázi kölcsönkértük. És hát ilyen annyi esemény van, jaj, lesz ez a női 10 kilométer, mennyi, Dávid, csináld már meg. Ó, igen. és a Vévi megnyerte. Tud, és akkor neki lett egy olimpia arany, miközben ő külsősként került be a... Tehát nem, nem mindig tudod, hogy ez most hogy sül el, vagy mint sül el, vagy mi fog történni, vagy hogy fog történni. De nyilván az is determinálja, hogy te milyen sportákban vagy benne. Én inkább a labdajátékokban voltam benne mindig. Azokban meg visszalag szerényen szoktunk uh, érmet nyerni, vagy ha nyertünk érmet, akkor nem én közvetítettem. Vagy, szóval, de de nem, nem fedezünk itt fel összefüggést. Hát, ja nem, nem, nem nincs nem, is, nem, nincs is. most érted, most például a, a magyar női válogatott, ugye Szidnibe nyert ezüstöt. Na de milyen ezüstöt nyert? Hát vezettünk, nem hiszem, szóval, hattal vagy héttel, Igen. és onnan kaptunk ki, azt közvetíteni, ha hát nem lehetett egy nagy boldogság, tehát még miközben olimpiai lettünk, és hol van az olimpiai ezüst, ugye? Szóval ez egy ilyen furcsa dolog, de nem, tehát véletlenül sem panaszkodnék, tehát nekem fantasztikusan sok élményben volt részem. Még sok olyan sportélményben, élményben, so, 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 közvetítettem, közvetíthettem, ami, ami egyébként fantasztikus, de mondjuk nem magyar vonatkozású. Én például ott voltam Belo Horizontsiban a német-brazil hétejken. Tehát... Hát... Én rendeltem egy Na már nem emlékszem, mit. Valami kaját vettem a meccs elején. És mire ideadták a kaját, és felmentem a helyemre a kivetítő elé, hogy nézzem nézőként, már nem írtam el, amit látok <laughs> ott, hogy mi, mi, történik már, akkor nem Igen. tudom, három nulla volt. Igen. Fogalmam sincs. Ez de. volt az az eset, én elég készülős vagyok, és uh, Hegyi Iván ott volt akkor. Igen. És uh, mondta, hogy gondikám, elég vacak, erre kaptam, nem illetnék be melléd a kommentátorállás. Vagy gyere Iván, persze, ezek mindig ilyen mindig három személyes kommentátorállások, és a persze, hogy ketten elférünk benne. És az Iván is ilyen elég készülős. Uh, és tegyük hozzá, az erőjében, hogy imádja a brazil foci. Hát az gondik, élete a brazil hát, foci. Hát életem 8. világbajnoksága, és most itt vagyok Brazíliában, és innen fogom tudósítani, hogy Brazíliában a brazilok világbajnokok, és akkor én ezt befejezem, ezt az egészet, és egy gyönyörű IVA pályafutáson. Tehát ő teljes, teljes, ez. és 3-nullánál elkezdtünk ö, rákeresni arra az egyetlen adatra, amit se ő, se én nem tartottunk fontosnak kikeresni a meccs előtt, hogy mi volt a brazil labdarúgó válogatott valaha volt legnagyobb veresége. És el tudod képzelni, hogy én tolom a meccset, és közben Iván a laptopon keresi, és van 1920 nem tudom mennyibe az argentinoktól egyszer kikaptak, azt hiszem 6 1 vagy valamilyen sztori volt. Hát én emlékszem, hogy mit adott le utána, meg hogy, tehát, hogy milyen, milyen állapotban lehetett, tehát, hogy mi azért őszintén sajnáltuk a hegyi Ivánt, hogy ezt át kell élnie, ráadásul a helyszínen. Igen, és ő, és ő nem, nem hitte el. Tehát jöttünk el a meccsről busszal, 7-1, és azt látjuk a buszból, hogy az emberek beszélgetnek az utcán, nevetgélnek, iszogatnak, és azt mondja az Iván, hogy kondikám, Látod ezt? Hát nevetgélnek. Hát, hát nevedgélnek. Hát nem, 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 értik, hogy vége a futballnak, hogy nincs többé labdarúgás, hogy, hogy vége, ez soha többet nem Hát nevetgélnek. És őszintén meg volt rökönyödve. Igen. Tehát azt hitt, hogy Brazíliában mindenki öngyilkosságot fog elkövetni. És nem. És aztán kimentünk a bronz meccsre. Azt történetesen a Copacabánán néztük, mert nem, akkor már jóba voltunk, mert a döntő miatt, de a bronz meccs az nem tudom hol volt. És a kopagában kimentünk, hogy nagy kivetítő millió ember, na, hogy na majd ott. És a hollandok a nyolcadik, vagy a tizedik percben vezettek körülbelül 0 ra És az emberek álltak háttal a kivetítőnek, és iszogattak, és sütött és, és, és a nap. És, és az Iván nem, tehát úgy, ugyanez játszott. Ő, egy, ő ezt nem bírta. Nem, nem, nem értett. És én ezt. egyébként megértem. Tehát, igen, hogy vannak igen. ilyenek az életedben, amit nem, nem tudsz elhinni, és van... Hogy fordítva se bírod elhinni nekem, például a Magyar Izland 2016-ban az ilyen volt. Mert hogy, hogy, hogy belépsz úgy egy stadionba, hogy te itt most azért jöttél, mert a te csapatod, a te nemzeti válogatottod ide jutott ide. Igen, és jó igen. végre jó értelemben mondhatjuk, igen. hogy ide jutottunk. Hát épp ez nagy különbség. Én addigra már voltam egy-két LBNVB-n, és azért az, hogy te... Nézője vagy egy eseménynek újságíróként, vagy te is a részese vagy, azt érzékelhető, nem mondja senki, csak. Más helyre kapsz kommentátorállást mondjuk középre. Oda jönnek a kollégák, kérdezgetnek, hogy kell kiejteni a nevét, ez hogy van, az hogy van, stb. Tehát másképp becsülnek meg, mint hogyha ott vagy, és a többiek játékáról te is beszámolsz. Mm -hmm. Nagy különbség. És azért ez, ez nagyon jó volt átélni. Nekem ez a magyar Izland volt az egyetlen, ami magyar vonatkozású meccs volt, sőt, amikor volt a magyar portugál 3-3, akkor úgy alakult, hogy pár, ugye egy csoportba utolsó meccs egy időben van, és nekem jutott az osztrák izland. A méltán érdek, érdektelen osztrák izland mérkőzés. Egyébként jó meccs volt, jó meccs volt, kettő élet. És hát az, tehát Tudtam, hogy ezt most senki nem nézi rajtam kívül, úgyhogy úgy, úgy is kezdtem a közvetítést, hogy köszöntöm az ismétlés nézőit, hiszen rajtam kívül nyilvánvalóan senki nem nézi élőben ezt az összecsapást. És egyébként én nagyon fegyelmezett voltam, mert a, a kommentátor állásban van két monitor. Az egyiken nézed a saját meccsedet, a másikon pedig vagy statisztikákat nézel, vagy tudod nézni a párosodat. De nem, Gábor, nem szabad szakmaiatlan, tilos, mert bedobásnál gólt kiáltasz, nem, 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 nem csinálunk ilyet. Akkor így jártál, majd megnézed utólag kész. Igen ám, de az alattam ülő kolléga, azt nézte. Nem tudtam nem látni, hogy potyognak a gólok. Úgyhogy ez egy ilyen heroikus közvetítés volt, hogy félszemmel néztem, hogy hat gólt születik a magyar-portugál meccsen, és közben közvetítsek egy egyébként jó osztrák-izland kettő-egyet, de valahogy túléltem, hogy, hogy elszólja magam. És milyen jó, hogy beszélgethetünk erről. Tehát, hogy ez egyébként. Én azt gondolom, hogy sokan vagyunk még mindig, akiknek ez, ezek az élmények ilyen teljesen újszerűek. Már azóta voltunk még egyszer Európa-bajnokságon, de hogy én őszintén megmondom, hogy azt hiszem én örökre leszámoltam azzal 2015 előtt, hogy bármikor az én életemben ez előfordul. Bár mindig fogadkoztam, hogy majd akkor felveszem a népviseletem, ha egyszer kijutunk valami nagy tornára. Hát. Hát nézd, ugye azt is kibővítették 24-re. Ne, és... ne, 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 annyira, annyira szép volt ez eddig. Még nem mondjuk a realista, hogy a dolog. nem De ott voltunk. Meg, meg, a dolog akkor lett volna csúnya, hogyha kibővítik 24-re, oda megyünk, és háromszor meg És róma vernek így van így. Igen. Van, így van. Tehát így, hogy, oké, okay, így jutottunk ki, de utána csoport elsők lettünk, suldigunk. És a Ronaldo szólt oda a mieinknek, hogy hagyjátok már abba, hát ez jó, így nekünk is meg. Tehát ők kértek egy jelmet, kvázi. Tehát így azért, így azért más a, a és ez nyilvánvaló a, a legutóbbi EB az meg hát ugye ott nem sok de ott, ott, tehát ott azért mind a három meccsen az emelt fővel jöhetünk le a, a pályára, annak, annak, ellenére, hogy, hogy 20. És ez az angol meccsen tévén néztem, most a Wolverhampton 04, és hát nem hittem a szememnek. Álmodom, ez biztos nem, ez biztos les volt. De ne, azt is nem, megattam, nem. Ez, szóval óriá, óriási volt. Ez. Amikor kezdő, ha, vagy akkor már nem voltál nagyon kezdő tévés, de de fiatal voltál nagyon. És ezt többfelé olvastam, hogy, hogy ott volt egy, nem tudom, vita, vagy egy konfliktusod a vitraival, hogy a vitrai nem akart neked dedikálni mondjuk egy adott sportot, hogy azt akkor innentől rendszeresen közvetítsd. Te mit választottál volna? Mit szerettél volna akkor a leges-leges legjobban? Ha mit, mit ö... A konkrét helyzet az volt, hogy én ugye kézilabdáztam, és alapvetően a, a csapatsportokat értem. Uh -huh. Tehát most nem, mert a szabályokat meg lehet tanulni, de, de az tehát más, más világ. De sanszom nem volt a csapatsportokhoz hozzáférni. Nem, nem, engedtek oda, meg le volt osztva, meg meg volt, hogy kik fogják csinálni, és stb. És akkor volt egy adott helyzet, amikor a hirtelen nem maradt atlétika kommentátor, és volt egy osztály értekezlet, ahol ennek el kellett dőlnie. És akkor én ezzel úgy voltam, hogy ez, ez már 95-ben volt. Én addigra már sok mindent csináltam. Voltam olimpián, nyárin is, télin is, egy csomó mindent közvetítettem, stb. És úgy éreztem, hogy most már szakmailag eljutottam oda, hogy hogy most már ne csak ilyen beugró legyek, ahol éppen hiányzik valaki, hanem jó volna egy saját sportág, amiben benne tudsz élni, aminek ismered az eseményeit, a, a, a hozzátartozó embereket, és nem egy-két héttel egy vízipoló vb előtt szólnak, hogy te fogod közvetíteni, mert a, a Tamásnak beállt a dereka, vagy nem tudom mi volt. És én ezt szerettem volna, és mondom, jó, oké, akkor a labdajátékokhoz nem férek hozzá, de akkor, akkor én megtanulom az atlétikát, tehát akkor nincs mese, hogyha ez úgy alakul. És akkor lement ez az osztály értekezlet, és nem szóba se került. És mindenki cihelődött, amikor az egyik gyártásvezető kolléga szólt a Tamásnak, hogy hát Tamás ezt az atlétika dolgot el kéne dönteni. És akkor Ja, igen, kinek van kedve, kérdezte. És az egyik kolléga föltette a kezét, akit ő, én tudom, hogy mindenki tud, hogy nem szereti egyébként. E, te? Jó, Tiéd. És kiment. Uh -huh. És nem tudom, hogy ezt miért csinálta. Ö, hogy ez fontos volt neki, vagy nem volt fontos, vagy nem érdekelte, vagy... -már, ne Várj, vár, hogy a kolléga nem szereti az atlétikát. Ne, nem, nem, nem. A Tamás nem szerette azt a kollégát, aki ja, föltette a kezét. Értem. Jó, csak, hogy nem, hogy igen, igen. Tehát egy olyan kollégának adta, akit nem tartott sokra. Uh -huh. Hadd nem mondjak nevet, ö, él még mindenki a történetből. És azt mondta, jó, tiéd, és kiment. Havitrai. És akkor ott ültem leforrázva, hogy, hogy hogy ez így dől el, hogy hogy lehet az, hogy egy köztévé sportosztály, és akkor csak köztévé volt, az atlétika az ennyire by the way. Ja, jó, izé. és akkor, én úgy, és akkor én azt éreztem, hogy, hogy akkor itt, itt nekem nincs, tehát itt, meg, itt, nem tudok tovább lépni. Megrekedek, mm. Megrekedek, hogyha továbbra is ott maradok, mert, változat változatot csinálom ezt a kicsit, ezt kicsit, azt kicsit, azt kicsit, nem jó. És akkor, akkor, indult a magyar eurosport, és akkor engem oda hívtak a, a paliklaciék, és akkor én eldöntöttem, hogy elmegyek. És akkor fölmentem a Tamáshoz, és mondtam neki, hogy én, hogy én azt gondolom, hogy, hogy nem tudok itt tovább fejlődni, és hogy, hogy szeretnék elmenni. És akkor ő azt mondta, hogy, hogy, hát én, hogy ő azt gondolja, hogy én a képességeimnek megfelelő feladatokat látok el. Én meg, én meg azt mondom neki, hogy szerintem meg nem, én most már tovább tudnék lépni. És akkor ennyiben maradtunk. És akkor én eljöttem az MTV-ből. És akkor mondta, hogy de az tudja, hogy akkor nem jön az Atlantai Olimpiára? Mondtam, igen, hát ez nyilvánvaló. És akkor eljöttem oda és az Eurósport, Sport TV közben, ugye ment a, akkor már ment a játékhatárok nélkül, akkor bekerültem ebbe a szórakoztató műsorok világába, a Danubius Rádióba dolgoztam, TV2, stb. stb. egy csomó mindent hozott a, az életem, uh -huh. talán jó is volt, hogy, hogy kicsit kinyílt a, a világ, és aztán, aztán sokkal, sokkal, később az, is el, az a pillanat is eljött, amikor egy pódiumbeszélgetésre kettőnket hívtak meg, nem emiatt. Na ez lett volna a következő kérdés, uh -huh. hogy -e igen, az igen, benára. és akkor ezt, ezt, megbeszéltük ezt a dolgot, és akkor úgy... De plénum el helyre előtt? Helyre került. Igen, 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 igen. Mert volt -e, aki vezette ezt a beszélgetést a Madás Színházban, a Csutka Pisti, ő ismerte, ő szerette a Tamást, meg ismerte engem is, mert a, ugyanabban az általános iskolában jártunk, a hugomnak volt az osztálytása, mindegy. És hát a két sportos meghívott minket, de ő nem tudta, hogy volt ez a Aha. konfliktus. Benne meg nem volt harag, és meg örültem is, hogy ezt meg lehet beszélni, meg lehet rendezni nem volt akkora jelentősége, mint uh, ennek valami akkor így kell történnie és kész. Tehát igazából most se panaszképpen mesélem a sztori, csak ez volt, ez volt a történet. Nem, hát én kérdeztem rá. De nem, hanem, de igen, tehát, de nem bánom, hogy így történt. Tehát ennek valami így kellett uh, történni, és én rengeteg mindent kaptam az élettől. És aztán 2007-ben vissza is kerültem a, a köztévéhez. Mondjuk az más kérdés, hogy akkor azt hittem, hogy na, megjártam az utat, a rádiókat, a tévéket, miért most visszakerülök oda, ahonnan elindultam, és akkor nem megyek nyugdíjba, mondtam ezt magamnak 42 évesen, de ezt már 52 évesen felmondtam. és, hát, amiben azt hiszem, hogy arról aztán végképp lehetne egy külön adást forgatni. Hát igen, de az, az meg nem olyan, nem olyan Vidám történet, akkor nem jó szántamból jöttem el, hanem egy olyan helyze, élethelyzetbe kerültem, amiről el kellett dönteni, hogy számomra vállalható vagy nem vállalható. Én úgy, úgy éreztem, hogy nem vállalható, sokan azt mondták, hogy hülye vagy, mindenki érzelgősködni, meg minden. Én meg úgy, úgy számba vettem, hogy tudok-e jól aludni vagy nem. Hm. És úgy éreztem, hogy akarok jól aludni, hogyha eljövök. És akkor eljöttem. Ami. Hát én. Sportrajongóként nyilvánvalóan elsősorban a közvetítésekből ismertem meg kicsikorom óta a hangodat. De biztos vagyok abban, hogyha az ország nem sportszerető felét vagy lakosságnak azt a hányadát kérdezzük meg, akkor tízből kilencen a játék határok nélkül mondják, mint első emlék a te hangoddal. És valójában az, az tényleg egy ilyen legendás sorozat volt olyan szempontból, hogy én nem tudok olyat a baráti körömben, aki ne imádta volna, ne nézte volna, tehát az valamilyen egészen különleges együttállás volt, hogy valami ennyire vicces, ennyire szórakoztató, ennyire lehet, tehát kicsit sport, kicsit show business, minden volt benne. Igen, az egy nagyon jó műsor volt, és nem volt túl gondolva, nem volt extrém, hanem tényleg az egész egy ilyen mesebeli történet volt, és ráadásul nagyon passzolt az én habitusomhoz, mert nem is rengeteg játékosság van, meg, meg imádok röhögni, meg egy kicsit zrikálni, de csak ugye jó ízlés határáig. Szóval az egész valahogy nagyon nekem való volt. Tehát emlékszem, hogy ugye én azért kerültem bele, mert lement az első évad 93-ban, és azt a Gessler Dóri csinált, és akkor a sorozat végére kiderült, hogy jó, jó, de, de hát kéne valaki, aki tud közvetíteni, mert az mégis csak egy szakterület. És ki tud közvetíteni, hát nyilván egy sportos. És így kerültem én be, hogy miért pont én, az már soha nem fog kiderülni valószínűleg, de bekerültem. És akkor kimentünk az első uh, helyszíre, Portugáliába, apró Attila volt a, a műsornak a, a, rendezője. Kimentünk Portugáliába, Batájába, leültem, elkezdtem csinálni, az Attila ott állt mellettem, megcsináltam az első játékot, vége, leállás, és azt mondta, hogy rendben lesz. <laughs> És akkor ezt csináltuk évekig. Évekig. És egyébként abban valóban az stimmelhet, hogy hogy ez az első, ami, első élmény, ami hozzám kötődhet, mert amikor én elkezdtem sportozni, akkor azt mondták az öregek, hogy ide figyelj, egy nap alatt tudsz hülye lenni. A néző egy, egy nap alatt rád mondja, hogy ki ez a hülye, hogy ha hülye vagy. De az évek mire, mire elfogadnak, mire azt mondják, ja, ezt ismerem, ez jókat szokott mondani. Magyarán szóval először nem kell semmi truvány, nem kell semmi extra. Csináld meg tisztességesen, szolgáld ki a nézőt, szolgáld ki a sportot, hiszen alárendelt vagy a sportnak is, meg a nézőnek is, legyen rendben, és majd amikor van egy biztos jártasságod a szakmában, akkor ráteheted a saját hangodat, a saját egyéniségedet, stb. És én ezt nagyon fegyelmezetten meg is csináltam, be is tartottam. Uh -huh. De amikor jött a játék határok nélkül 94-ben, akkor akkor tudtam, hogy ezt nem lehet csak Persze. becsületesen megcsinálni. Tehát ezekben a műfajokban muszáj, hogy legyen egy hozzáadott érték. És akkor, akkor akkor kimertem nyitni a számat, akkor mertem olyanokat mondani, amiről azt gondoltam, hogy egy kicsit komész, egy kicsit csipkelődő, egy kicsit stb. És igazából abban a műsorban jött meg az én televíziós egyéniségem. És aztán persze ezt vissza lehetett vinni a sportba is akár. És addigra meg egyébként elfogadtak. pontosan egyrészt elfogadtak téged, másrészt azért, ha belegondolunk, akkor nagyon sokat számított szerintem a magyar a kommentátori stílusban, ha lehet ilyet egységesen említeni, hogy ugye amikor elindult a bajnokok ligája, mármint a futball bajnokok ligája, itthoni közvetítése, akkor ugye Hajdu B. István, Faragó azért nekik volt egy egyedi stílusuk, ami addig nem volt jellemző, az, hogy lehet viccelődni, lehet poénkodni, az, hogy sokkal lazábban, és szerintem te abszolút ez a, tehát, ez, ez nagyjából az, amit te most mm -hmm. elmondtál, és mire aztán újra a sportot közvetítettél, akkor már ez igazából tök sok ember szerintem várt erre. Tehát, hogy, hogy én úgy érzem, hogy ez mindenkinek egy sok szempontból korszakváltás volt az ország történetében is, azok a, a 90-es évek első felében nagyon sok minden átalakult, és volt már egy igény arra, hogy lehessen akkor lazábban hallgatni a sport közvetítéseket is. Ez, ez összefügg a, a, a teljes Televíziózásnak a megváltozásával. Tehát mondjuk a 70-es évekig visszamegyünk, de még a 80-as években is, a, a televízió az olyan színházszerű volt. Tehát mindig nagyon szépen fölöltözött emberek, nagyon elegánsan, stb. 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 És ez a színházszerű élmény, meg ez a színházszerű stílus, ez szépen lassan átment a nappali szobába. Mm -hmm. Ahol hétköznapi lett, a, a megjelenésében is hétköznapi lett, sokszor a szóhasználatában, a stílusában is hétköznapi és közvetlenebb lett. És abban már belefért a poén, meg egy csomó minden más. A gond az, amikor amikor a fiatalok azt hiszik, hogy ettől lesz jó. Uh -huh. Nem ettől lesz jó. Ez... Ez lehet egy hozzáadott érték, de nem ettől jó egy, egy közvetítés. Nem attól jó, hogy tíz percenként mondok egy vicceset, mert, a, mert már rég nem mondtam, vagy az, hogy elmesélek nem tudom hány történetet, ami egyébként senkit nem érdekel. Hanem azt kell megtanulni ebben az egész történetben, de ez a teljes újságírásra igaz, hogy mi történetmesélő emberek vagyunk. Történeteket kell tudni átadni. És az nem a viccem múlik, vagy nem azon múlik, hogy hány adatot bányáztam ki online, hanem azon múlik, hogy érteme, hogy mi történik ott azokkal az emberekkel, akik történetesen sportolnak hogy értem-e, hogy miért úgy gondolkodnak, miért úgy viselkednek, miért olyan döntéseket hoznak, most miért változtatták meg a taktikájukat, a döntéseiket, stb. és az ember át tudja ezt adni, akkor attól lesz jó egy közvetítés. Ha, át, ha el tudom mesélni a történetet, csak nagyon röviden, mert én, én ebből tanultam meg, és ez egy nagyon eklatáns példa, a tízezer méteres síkfutás 25 kör borz borzasztó unalmas. Gyula Istvánnak egy fantasztikus kommentátor volt, csak már sajnos nagyon sokan nem emlékeznek rá, ő atléta is volt, tehát a, a, a régi Tokio Olimpián ő, ő versenyzett. És elkezdte elmagyarázni, hogy az, aki az első helyen fut sárgába, az azért fut, mert neki nem a jó a sprintje, és ezért neki tempo, iramot kell diktálnia, és ezért... Aki a második helyen fut, az azért, mert ő tudja, hogy ez, ez azért van az éles, ez neki is jó, mert neki se jó, de örül neki, hogy nem, neki kell... És aki a negyedik helyen fut, az, az tudja, de annak följebb kéne lenni. És aki a hatodik helyen fut, annak legkésőbb, ha két kör múlva előre kell mennie, mert neki viszont nem jó az irama, de jó a hajrája, meg kell ezt az egészet állítani. És egyszer csak ez így történet lett, tudod, főhősökkel, intrikusokkal, mindenfélevel, és akire azt mondta, hogy két kör múlva előre kéne menni, az két kör múlva tényleg előre ment, és akkor el tudtam magyarázni, hogy na most viszont az van. És ezáltal, hogy történet lett a, a szimpla körözés helyett, pillanat alatt hihetetlen izgalmassá vált. És az egyik legnagyobb sportélményen volt, miközben 25 kört futottak körbe-körbe. Csak ő értette a történetet, és el tudta mesélni a történetet, hogy mi, mi, van ott. És tudtál az egyikkel azonosulni, a másikkal meg nem, az egyiknek szurkolni, a másiknak nem, és egy pillanat alatt tele élettel. És gyakorlatilag nekünk ezt kell csinálni, ezt kell megmutatni, mert persze igaz, hogy minden a kommentátor, mert mindenki van írva, igen, mindenki van írva, ez nincs kírva. Na, ehhez kell valamilyen fajta élettapasztalat, bölcsesség, ehhez kell történetmesélő képesség, stb. stb. És ha mellesleg eszedbe jut valami, ami vicces, akkor oké, belefér. De ha nem, akkor inkább ne. Nem azon fog múlni a sztori. Mennyire gyakran adódnak olyan pillanatok, vagy adódtak az eddigi pályát során olyan pillanatok, amikor nagyon nehéz volt az érzelmeidet kordában tartani. Tehát azért ez egy nagyon tehát alapvetően a szurkolás is egy, egy, egy rajongás, egy érzelmileg nagyon e, hát hullámasú tud lenni. Két dolog jut eszembe. Az egyik az az, hogy a, a, az Eszterházi Péter az utazás 16-os mélyére című írja valahogy, nem szó, nem szó szerint idézem, hogy a szurkoló tisztában van a realitással, de eltekintőle. Na most a, <laughs> nagyon nagy bölcsesség, nagyon nagy bölcsesség. Ugyanis a kommentátor az egy olyan szurkoló, aki nem tekinthet el a realitástól. <laughs> Mert pont azért, mert a szurkoló tisztában van a realitással, azért azt tudja, hogy hogyha hülyeséget beszélnek neki. Most itt nyilván olyan meccsekről beszélek, ahol uh, magyar csapat játszik külföldivel. Mert hogyha magyar-magyar vagy külföldi, külföldi, akkor nekem teljesen semlegesnek kell uh, lennem. De amikor szurkolhatok, akkor sem mondhatok zöldségeket. Uh -huh. Akkor sem mondhatom azt nulla, nem tudom mennyinél, nyolcnál, hogy de hát azért ez egy szerethető csapat. Műzor. Azt mondja, hogy a szerethető néni kétbe, mondja majd a szurkoló. Tehát nem tekinthetsz el a, a realitásoktól. Szurkolhatsz, de nem tekinthetsz el a realitásoktól kommentátorként. A másik, ami eszembe jutott, hogy a, az életem egyik legnagyobb dicsérete, az az volt, amikor Amsterdamból közvetítettem a holland-magyar 8-1-et. 8-1. Akkor utána mondott le Egervári Sándor. És az ő ö, ö, másod edzője a Csábi Józsi volt. És hát a meccs után ők lemondtak, és kirúgták őket. Pontosabban a, a Józsi még a, aztán utána volt egy Andorra meccső, azt ilyen beúró kapitányként megcsinálta, de mindegy. De hát ez, egy, ez a, a, szakmai életüknek a, az egyik nagyon komoly mélypontja volt. És e, teljesen véletlenül, még viszonylag közel lakunk egymáshoz az a Józsihoz, és a meccs után egy pár nappal összefutottunk a benzinkútnál, vagy valahol a boltban, nem tudom hol. És azt mondja nekem, hogy, hogy visszanéztem a meccset. Korrekt volt. Hm. Szóval, amikor valaki, aki belebukik egy 8-1-be, és azt mondja, hogy korrekt volt, az óriási dicséret volt. Mert tudtam úgy, ezek szerint tudtam úgy közvetíteni az 1-8-at, egy megaláztatást. Hát az, az tényleg, hogy, amikor már... Hogy én magam nem töröltem bele a úgy lábam. Bel, a láb. Igen, igen, igen. Tehát ez a belerugom a homokot a halott oroszlán szemébe, tehát ez, ez miről szól? Tehát a néző látja, tudja, most én nem fogom őket megalázni. Mert, mert nem lehet. És egyébként ez, a, ez, ez egy nagyon nagy felelősség. Tehát meg, meghurcol, meghurcolhattam volna őket, hogy én meghurcolhatnék egy butajátékost egy, egy kvízműsorban. Főleg, ha még arrogáns is, olyan is van. Csak mindig ott van bennem, hogy nekem az az hogy nekem az a dolgom, hogy mutassak meg jelenségeket, történeteket, embereket, Hívja föl a figyelmet bizonyos dolgokra, tegyek föl az abszurdum kérdéseket, de a minősítés az már a néző dolga, hogy ő ezt hova, hova teszi. Uh -huh. Hogy azt már neki kell eldöntenie. Mert ha én minősítem, akkor a nézők egyik fele egyetért, a másik fele nem ért egyet, és ez azért baj, mert nekem az a dolgom, hogy a nézők jól érezzék magukat. Tehát a minősítés az az ő dolguk. Na most, hogyha én meghurcolok valakit, föltörlöm vele a padlót, az hagyják, hogy az az ember másnap bemegy a, mit tudom, a, munkahelyére, és összerögnek a háta mögött, de a gyereke másnap bemegy az iskolába, és azt is megalázzák, hogy na, te apád milyen hülye volt, és még a Gundel bácsi is azt mondta, hogy. Hmm. És de ez nem történhet meg. Ez nem történhet meg. Tehát mi nem feledkezhetsz meg a realitástól. Föl kell tenni a feltendő kérdéseket, meg kell mutatni, hogy mi történik, és itt van vége ennek a, munkának ennek a fajta törvényesége. És mindezt jól súlyozni. Hát persze, hogy a helyén kezelje az emberi, Én ezért gondolom egyébként, hogy szerintem olyan 30 év, plusz-minusz, de olyan nagyjából 30 éves kor alatt nem lenne szabad közvetíteni komolyan sporteseményeket. Hát ugye... Pont emiatt, mivel... hogy az emberi részét még nem tudja, még nincs annyi élettapasztalata, még nincs annyi bölcsesség benne, hogy helyére tegyen valamit. Egy sima pénzmecset, ahol nem történik semmi, oké, okay, meg tud csinálni valaki rendben. De, de amikor helyzet van, az az nagyon nehéz. Tehát egy 20 éves fiatal ember még nem biztos, hogy készen áll arra, hogy megítélje másoknak a, a, munkáját, amiről ráadásul egy csomó mindent nem tud. Mert csak azt látja, mi a pályán történt. De velem is volt olyan, hogy valak, valakivel zsörtölöttem, hogy gyengén futballozik, és akkor kiderül, hogy lázas volt, vagy meghalt valaki, vagy mit tudom én, Tudod, amit nem tudhatsz. Szóval ezekkel vigyázni kell, hogy ezeket a helyzeteket hogyan kezeled. És ehhez kell egy csomó bölcsesség, és ebbe sérülhetnek fiatalok. Tehát ez, ez megbélyegezheti a pályafutásukat, hogyha bele szaladnak valami ilyesmibe. Hm. Kicsit elébe mentél egyébként a következő kérdésemnek, és amúgy ebben még így nem gondoltam bele, hogy ugyanaz a felelősség nyugszik a váladon kommentátorként, mint kvízmesterként, mert arra lettem volna kíváncsi, hogy szerinted mi van a te karakteredben, ami miatt ez a két dolog ford össze a neveddel. Hát szerintem az, hogy én mind a kettőt ö, ö, szeretem. Tehát én a, a magánéletemben is sokat foglalkozom sporttal, meg sok sportot mm. nézek, és a magánéletemben is sokat játszom, és a magánéletemben is sokat beszélgetek emberekkel. Tehát gyakorlatilag a, akár sportot csinálok, akár vetélkedőket, olyanokat csinálok, ami, ami amúgy is vagyok. Uh -huh. És nyilván ezt teszi hitelessé. Most ugye alapvetően kétféle ilyen képernyős van. Az egyik, aki magából építkezik, a másik, aki egy adott műsorhoz kitalál magának egy karaktert. Azzal a karakterrel az a baj, hogy amit kitalálnak, hogy az működik egy rövidebb ideig, pár évig, de utána elkopik, nem öregszik a személyiséggel együtt, másik műsor jön, ahhoz nem jó, akkor másikat kéne kitalálni, stb. Tehát sokkal inkább azt, az iskolát kedvelem, és azért a többség ezt csinálja, hogy magából építkezik. Ha én magamból indulok ki, de sportot csinálok, vagy magamból indulok ki, de vetélkedőt csinálhatok, attól én még beazonosítható vagyok. Tehát mind a kettő az én Gundel Takács Gáborságomból táplálkozik, és abból a fajta hitelességből táplálkozik, amit az évek alatt, hogy mondjam, amiért megdolgoztam az évek alatt. Tehát, igen. De az, hogy sportról beszélek, vagy az, hogy egy játékot csinálok, E tekintetben nincs különbség. Abban van különbség, hogy a magamfajtának máshol van a helye a sportban, és máshol van a helye a szórakoztató és erről már, már beszéltünk. De ez egy szakmai kérdés, nem hitelességbeli kérdés. Tehát én láttam olyan műsorvezetőt, aki kénytelen kellett csinálni egy vetélkedő műsort, de nem volt jó, és azért nem volt jó, mert ő igazából nem szeretett játszani. Nem volt kíváncsi azokra a kérdésekre, amit föltett, nem szívesen beszélgetett az emberekkel, mert nem volt benne az egyéniségem, és az egész átjött, és nem is, lett, nem is lett jó ez az egész történet. Tehát én nagyon erősen építkezek saját magamból, a saját kíváncsiságomból, és ehhez nyilván kell egy csomó empátia, meg odafigyelés, meg, meg igazi kíváncsiság, aminélkül szerintem egy újságíró nem létezik. Meg egy nyilván egy csomó szakmai eszköz van az ember kezében, hogy, hogy mi kell ahhoz, hogy egy A-ból B-be jussál egy műsorban, és hogy onnan indulsz el, és hogy zárod le, és, és közben nem csak azzal foglalkozol, hogy mondjuk két játékossal lejátszass egy játékot, hanem közben mondjuk kapsz egy információt a füledre, hogy még öt percet kell csinálni, vagy beszélgessél még a a mert lefagyott a kompjúter, vagy nem tudom. Tehát ezek megtörtént esetek. De ezek már szakmai, szakmai feladatok, szakmai kérdések. Hát itt te... a felvételt megelőző beszélgetésben szóba került egy-két ilyen nagy klasszikus, amikor ködöt közvetítettél például. Hát, igen, az eurósporton kellett egyszer egy óra ködöt közvetíteni, mert országúti bicikli verseny volt, és nem lehetett a helikopter, nem tudott felszállni, a motoros operatőrnek a képe nem jutott el sehova se, és ezért a francia kollégák a központban úgy döntöttek, hogy akkor közvetítjük a, a befutót. De a befutóban a ködön kívül nem történt semmi. Úgyhogy Áldott emlékű Sipos Jánossal, Sipivel közvetítettük egy órán keresztül a ködöt, jókat beszélgettünk, szerencsére remekül sztorizolt, tehát hát ilyen, ilyen rengeteg van, hát igen, ködött között. Van ilyen rémálom? Volt olyan, amikor egyszer elaludtam. Elaludtál közvetítés, közvetítés közben. Igen, igen. Hát és ugrás volt, nagyon fáradt voltam, amikor az Eurosportnál dolgoztam, és közben Eurosportoztam, és rádióztam, és három kicsi gyerek, kicsit fáradt lehettem valószínűleg. És siugrás volt, kikászálódottam itt, ami film versenyzőtől, a tetején, elmondtam, hogy ő a film versenyző, aki ennyit ugrott, és tavaly előtt, meg nem tudom. És ebben a pillanatban én elaludtam, és arra ébredtem föl, riadtam, nem ébredtem föl, arra riadtam föl, hogy valaki repül a levegő és ez egy ilyen infartusos állapot volt, hogy ez kicsoda. És vajon hányan, <laughs> ez még ugyanaz az ember. Hát hányan ugrottak le azóta? Vagy ez már a második sorozat? Vagy ez még az első? Vagy ki ez? És, és egy ilyen 817-es pulzussal vártam, hogy végre leérkezzen, és kiírják, hogy ez kicsoda. És a dologban az volt a döbbenetes, hogy ez ugyanaz a fickó volt. Tehát ilyen 6-7 másodperc alatt, amíg lecsúszott és elugrott, én olyan mélyen elaludtam, hogy nem érzékeltem hogy hat másodpercet aludtam, vagy fél órát. Hát van ez az állapot, amikor az agyad így leold, igen, mert igen. annyira fáradt vagy. Hát szerencsére ez a monitor előtt történt meg, és nem egy autóban egyébként. Igen. De, és a néző nem vett észre semmit. Hiszen én fönt elmondtam, hogy ő kicsoda, összeszedte a bátorságát, lecsúszott, mit csak rajta, hogy valaki ilyen néző egy csúszik, majd szépen lerepült le, és lent elmondtam, hogy hány métert ugrott. Csak nem tudják, hogy én közben kihortam egy infartust, és aludtam egyet. És <laughs> szóval... hogy mi, tehát, hogy ez is mennyire érdekes, hogy micsoda fegyelmezettséget kíván az, hogy te akkor rögtön nem nyögöd bele a mikrofonba, hogy te jó mi történt? <laughs> hát... Igen, <az? gül> <laughs> és gondoltam, hogy mi van, az, te jó Isten, az még hagyján, de a hú, vagy nem tudom, <coughs> nem, az egy, az egy, ilyen, tehát a, a, döbbenetnek az az állapot. Tehát valószínűleg, a, ha akkor az arcomot valaki lefényképezhette volna, akkor a döbbenet című művet <tos> <tos> megalkothatta volna, hogy valószínűleg tágra nyílt kell néztem, hogy ez most micsoda. <coughs> jó, hát igen, de az aztán az ember megtanulja, hogy azért vannak határok, igen. Volt, vagy van ilyen nagy félelmed? ami, hogy csak, csak ez ne forduljon elő mondjuk közvetítés közben? Vagy akár elő is fordult? Hát ma már nincs, ma már az ember megtanulja, hogy hogy, hogy készüljön föl. Néha régen álmodtam olyan, álmodtam például azt, hogy egy kerítésre támaszkodva nézek egy sífutó versenyt, és már-már vége van, amikor nekem eszembe jut, hogy de hát ezt közvetíteni kellett volna, tudod, és akkor, és akkor szóval van, van egy-két ilyen álom, hogy, a, hogy az ember ne vagy, vagy például, nem is rémálom, de mondjuk amikor tehát a Brazíliában, a Brazil vb n én 19 meccset közvetítettem. Abból nem volt kettő olyan, amelyik ugyanabban a városban lett volna egymás után. Ami azt jelenti, hogy én nekem állandóan repülnöm kellett. nem az volt, hogy A-ból B-be, A-ba B-be, A-ba B-be, hanem A-ból B-be, B-ből D-be, D-ből B-be, B-ből C-be, C-ből A-ba, tehát öt össze-vissza. Azért az egy folyamatos ilyen logisztikai koncentráció volt, hogy nekem most hány órakor hova kell utaznom, melyik stadion, melyik meccs, megvan-e a jegyem, hova kell kimennem, stb. Tehát ott, mert ha egyszer el, eltéveszt, akkor... Oh, igen. De, velem volt én egyébként a dél-afrikai VB volt, én egy héttel később utaztam ki. Még pont itthon voltam, péntek reggel, hívott Sület Csabi, aki akkor az osztályvezető volt, hogy, hogy hol vagyok. Hát mondom, Csabikám, ébredezem, mert be tudok-e menni? Hát mi van? Az Egri Viktor, ő valahol valamelyik kisebb helyszínen volt, már nem tudom, Nelsbruidba, vagy valamilyen világvárosba, de önhibáján kívül nem tudott eljönni a repülőt, gp mert valami volt a reptéren, és ott volt összezárva, nem tudom, 30 ezer mexikóival. És nem tudott átmenni a másik városba, hogy közvetítse a következő meccsét, hanem ott ragadt. És akkor be kellett menni, off kellett uh -huh. közvetíteni. De ez és simán... az off ez azt jelenti, hogy itt ülünk a stúdióban, vagy ül a kommentátor a stúdióban, igen, és képernyőről. Igen, igen. igen, bocsánat. És akkor igen. itt egyébként el is mondhatjuk, amiről mi beszéltünk, és bocsáss meg, hogy közbeszólok, de utána majd tényleg hát fejezbe hogy hogy ez nagyon fontos, hogy az embereknek van, vagy szurkolóknak van egy ilyen naiv elképzelésük, hogy, hogy mindent jobban lát a kommentátor, hát nagyon sok esetben egy ilyen nagyon picike monitorról, borzalmas nézni, a messzámot se látod. Hát amikor, amikor így képen közvetítek egy itthoni stúdióban, akkor pontosan ugyanannyit látok, mint a néző. Nekem abból kell tájékozódni. Sőt, én. igazából szerintem kisebb, meg rosszabb képernyőről, tehát jó, hát, kevesebbet. Jó, 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 hát igen, igen, igen. Tehát nem ilyen, ma már nem ilyen, tehát ilyen egy stúdióban nem egy ilyen nagy lap tévé van, hanem ezek általában ilyen kisebb ö, ö, monitorok, de, de most az, hogy mennyire látod, vagy mennyire nem, az persze egy dolog, de a másik az, hogy, hogy mit mutat a kamera, és mit nem. Igen. Csak mondjuk egy példát, a szögletén mutatják a játékost, hogy gondosan helyezi a labdát a sarokba, és majd ő neki fog futni. De engem az nem érdekel, én azt tudom engem. Az érdekel, amikor a helyszínen vagyok, én azt nézem, hogy ki megy előre-fejelni, ki megy hátra, ki lesz ott, amikor majd egyszerre fölugranak, stb. Vagy mai napig is nekem reflex, hogyha van egy támadás, én nézem a touchbírót, hmm. hogy lengeti e vagy nem. És nem egyszer van az, hogy nézek otthon meccset valamelyik családtagommal, és nagy örülés van meg. És gól, már bemondott, hogy lesz. Lesz, lesz, lesz ne örüljetek le. De honnan tudod? Hát, hát, a bírat, hát ott van. Hát, igen. igen. Mert, mert, megtanulod, hogy, hogy mit nézel, hogy tájékozódsz, stb. És amikor vagy a stadionban, akkor azért ez sokkal egyszerűbb. Jó, van, vannak olyan stadionok, főleg, hogyha tetejére ültetnek, hogy, hogy akkor már inkább képernyőről kéne közvetíteni, de, de igen, tehát azért, azért, sokkal jobb a helyszín, meg jobban át tud adni a helyszíni hangulatot, meg tudsz mesélni, hogy mi volt a meccs előtt, stb. Tehát sokkal, sokkal, személyesebb, csak hát egész egyszerűen, most nem tudom, hogyha az ember kapcsolgat a különféle sportcsatornákon, hogy hány meccset közvetítenek, hogy arra mindig mindenki kiutazna, akkor az A a világ pénze lenne, B egy ember csak egy meccset tudna közvetíteni, így megsimán simán előfordul, hogy valaki szombaton is közvetít egy meccset, meg vasárnap is. Tehát egyszerűen... meg így tudsz beugrani az Egri Viktor. Helyett, hát meg, meg, igen, ott ragad a reptéren, csak hogy lekerekítsük ugye a történet. Hát, hát igen, 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 igen. Szóval, szóval azért jobb, jobb, ott lenni a helyszínen mindenféleképpen. Na, akkor hozok egy kérdést, amit feltettem egyébként a Báhidi Bencének és a Miklán annak is ebben a minisorozatban, és nagyon, nagyon izgalmas volt, hogy mit válaszoltak. Azt kérdeztem tőlük, hogyha lenne egy időgépünk, most itt a szerkesztőmel a Diándorival azt mondanánk, hogy fáradj be, te betáplálhatod, hogy hova mész vissza. És a, az összes eddigi sportélményedből, nem csak kommentátorként, hanem szurkolóként is, amit te a képernyő kivetítő előtt, vagy bárhol a stadionban, arénában láttál, egyetlen egy dolgot visszamehetsz és megváltoztathatsz. Tehát te rámutatsz egy helyzetre, mm. azt ott át átpakolják, és akkor nem megy be. De csak vagy sport? Bemetsz, csak, csak sport. csak sport. Tehát valamit. 54 VB döntő. Igen? Mm. Az nem tudom, az tök, tök furcsa, de fáj. Ráadásul a, a én játszom a Puskás Műzikelben, van egy Szepesi György szerep. És a Harsányi Levővel felváltva játszok. Tehát én ezt az elmúlt, nem tudom, két évben nagyon sokszor megéltem. Nagyon sokszor megéltem, hogy van egy, van egy nagy, egy ilyen hat és fél perces jelenet, a hat-három, uh -huh. ami egy ilyen zenés-táncos jelenet, és közben én közvetítem a hat-hármat, amiben egyébként az a gyönyörű, hogy ezek a Szepesi Györgynek a szóról-szóra elhangzott mondatai. Összevágva értelemszerűen, de ezeket szó, még a baki is, Szepesi baki, ami, ami benne van. És ez nagyon jó. Majd függöny, szünet. És a, a szünet után, a másik felvonás elején, az pedig úgy indul, hogy egy kivetítőn a három 2 nek a, az összefoglalója. Mm. És utána én jövök be a színpadra, és mondom azt, hogy vége a mérkőzésnek. Az 1954. évi labdarúgó világbajnokság győztese Nyugat-Németország. ismerjük el hallgatóink? Elveszítettük a mérkőzést, 3 2 győzött a Nyugat-Német válogatott. És így tovább. És ezt, ezt, mindig végigállom, mindig végighallgatom. Kettőn óra vezetünk, kettő, 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 berúgja a puskás, nem adják meg les miatt, kikapunk három-kettőre vége. És nem tudom, azt, tehát ha, ha, lehetne, akkor oda visszamennék. Az, az, azt mi érdemeltük volna meg. Hmm. Inkább ez a baj, tudod, tehát hogy az ember igazság érzetét piszkálja. Azt nekünk kellett volna nyerni. Máshogy alakul szerinted a akár a történelmünk, hogyha akkor világbajnokok vagy? A történelmünk nem hiszem. Tehát attól ez a rendszer még egy, egy, rossz rendszer volt. Egy, akkor, akkor lett volna egy kis eufória, lehet, hogy 56-57-ben lett volna, mármint a forradalom. Nem, nem sok mindent változtatott volna meg szerintem egyébként. Talán néhány ember sorsát megváltoztatta volna, mondjuk a Ciborét, vagy az Akariásét, vagy néhány, néhány embert. Az Akariás soha többet nem játszott, például a válogatottban, 47 évesen meghalt. Lehet, hogy nem diszidáltak volna annyian a játékosok közül, hogyha az, a, a, az 54-es döntő és az 56-os forradalom közötti időszak nem arról szólt volna, hogy őket számtalan szor megalázták, meg árulónak tekintették, meg sokakat megkurcoltak, meg többet nem hívták be őket a válogatottba. Szóval itt azért nagyon. Tehát emberi, emberi sorsok lehet, hogy megváltoztak volna, ezeknek az embereknek a sorsa lehet, hogy, hogy másképp alakult volna, de a, a, az ország történelme nem, nem hiszem, hogy ettől megváltozott volna. Nagyon sokrétű a, a, az eddigi pályafutásod, és azon gondolkozom, hogy mi az, ami neked a biztos pont az életedben, a szakmádban, civilben, tehát bármilyen területen, mi az, ami a biztos pontot jelenti neked? Hát mindenféleképpen a, a családom, a feleségem, meg, a, meg az a fajta hitem, ami mentén élem a, az életet. Tehát azt gondolom, hogy ez egy ilyen vörös vonal, hogy, hogy igen, ez. És én az egész ö, ö, szakmámra, meg, tehát amit csinálok, arra úgy gondolok, hogy, hogy ez az életemnek csak egy része, ami valamikor elkezdődött, valamikor vége lesz és remélhetőleg akkor én még utána még élni fogok. Van egy példaképem, az Egri János, uh -huh. aki kvízműsorokat csinál, sok minden, stb. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon becsülöm azért, hogy ő, ha bár nagyon népszerű volt, mindenki ismerte, megismerték minden, stb., ezt el tudta egy adott ponton engedni. És uh, a múlt héten találkoztam vele, lehet, hogy picivel több ránc van, de a mosolya ugyanaz. Hmm. Hihetetlen jó állapotban van fizikailag, szellemileg, minden, hogy nem is tudom, hogy hány éve, 90 körül van, vagy nem tudom. Tehát nagy... És egy boldog, mosolygos ember, aki megélte egy fantasztikus pályafutást, és el tudta engedni. Miközben azt látom, hogy nagyon sok olyan valóban fantasztikus, például művész van, aki az élete végét keserűségben éli mert őt már nem hívják, már nem kap szerepet, már nem hívja föl az újság, már nem kérlek tőle interjút, már nem fotózzák le, stb. És ezt nem tudja, tehát a rabjává vált a saját sikereinek, rabjává vált a saját egóinak, és, és csalódottan hal meg. És ezért nagyon nagy kár. És az Egrit nagyon becsülöm azért, hogy ő ezt el tudta engedni. És remélem, hogy én is el fogom tudni engedni, hogyha ha eljön az a pillanat, amikor el kell engedni. Mert mindennek rendelt ideje van és azt föl kell tudni ismerni. Mert utána már az ember ráadásul már csak szánalmassá válik, meg sajnálatra méltóvá, meg, és ezt, azt jóval nem, nem megélni. Úgyhogy én abszolút egyébként egy ilyen fatalista, Muki vagyok, aki, aki az igaz, minden, ami nekem igazán sikeres volt az életem, az valahogy elém hozta az élet. Amit én nagyon akartam, nagyon akartam színész lenni, meg, meg bizonyos dolgokat nagyon akartam, azokban soha semmi. Soha semmi nem lett. És most már ezt el is engedtem. Én már nem adok. És mire elengedted, lehet, hogy egy kicsit mégiscsak ott vagy a színpadon. Jó, persze, mert mert azt, tehát a görcsösséget engedtem el. Igen, igen. De ha fölhívnak, hogy figyelj, gyere, akkor, akkor elgondolkozom rajta, és ha azt gondolom, akkor megyek. De én, én már nagyon régen nem hívok föl senkit, hogy figyelj, szeretném ezt a műsort, vagy azt a műsort, vagy a, ezt csinálják, ezt vagy azt, vagy a, azt. És biztos eljön az a pont, amikor majd nem csörrem meg többet a telefonom. De azt hiszem, hogy ha föltom úgy fogni, hogy igen, eljött a rendelt ideje annak, hogy ennek vége legyen, akkor, akkor meg lehet úgy öregedni, hogy az ember elégedetten néz vissza. Mert egyébként, hogyha ma számvetést kéne készítenem a saját pályafutásommal, akkor azért nagyon vicces lenne, hogyha én elkezdenék panaszkodni meg, hogy még ezt nem, meg azt nem, meg ezt se csináltam, meg azt se csináltam. Mert annyi mindent csináltam. Nem tudom megszámolni, hogy hány ezer sporteseményt. Csak vetélkedőből ilyen 1600 körül. még számtalan egyéb műsor, beszélgetések. Bejártam a, egy csomó helyet a világon, ahova nem jutottam volna. Rengeteg emberrel találkoztam. Nincs két egyforma napom. Tehát arcátlanság lenne, hogyha ha panaszkodné. Tehát ha ma be kéne fejezni, akkor én egy dolgot tehetek, hálát adni a, az életnek, a jóistennek, hogy ezt e, nekem megadta. És közben még jókat is ehettem időnként. Hát igen. Lát, <laughs> <Ha már onnan gül> a számból vetted ki a szót. Az, én azért akartam itt kifejezni a hálemet, hogy eljöttél, mert tudtam, hogy ez egy jó beszélgetés lesz, és rengeteg mindent elárulsz magadról, amit eddig akár kevésbé bontottál ki más interjúkban, és kívánni is szoktam a vendégeimnek, úgyhogy neked az, az evést akartam, de ezt akkor most kívánjuk magunknak, hogy együnk jó sok, jó sok finomat. Igen. A másik pedig az, hogy mindig, mindig tudd, hogy mikor mit kell elengedni, ezt kívánom mm. neked. Most egy jó kívánság. Köszönöm. Köszönöm.